A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket, folytatjuk a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia történetéről, illetve sikereiről szóló beszélgetés sorozatunkat. Vendégem Szentpáli Gergő, az együttes, a most feljutott együttes vezetőedzője. Tisztelettel köszöntelek, szervusz! Ja, üdvözlöm nagyon, én is a nézőket! Ezek nagyon-nagyon fontos pillanatok, valljuk meg, hosszú-hosszú évtizedeket vártunk arra, hogy a női kosárlabda visszataláljon ahova való, már mint az első osztályba Székesfehérváron is, és azt mondom, hogy ez egy olyan városban, ahol már köszönthettük Hegedűsnél Túró Cinórát, ahol köszönthettük Boksai Zsuzsát, Kalesdorfernél Major Magdát és a többieket, ha úgy tetszik, elvárás a sportszerető közönségnek. Most összejött, köszönhetően annak a szakmai vezetésnek, akik Matus Gáborral, Dávid Kornél az élen megbíztak abban, hogy a vezetéseddel ez sikerülhet, hiszen tavaly nyáron jöttél vissza Pécsről. Egy kicsit beszéljünk arról, mielőtt a feljutásról esne szó, illetve a csapat összeállításáról, jövőképéről, hogy egy pécsi srác hogy választ magának sportágat, és hogy lesz belőle egy olyan edző, akit én azt gondolom, hogy Magyarországon, hazánkban bármelyik klub elfogadna. No, hát azért nézzük meg, hogy a palánkok világához hogy tudtál csatlakozni annak idején. Hát igen, Pécsen azért hatalmas kultúrája van a kosárlabdázásnak, ezen belül a női kosárlabdázásnak. Gyakorlatilag engem körülbelül 7-8 éves koromban vittek el a szüleim az első kosárlabda mérkőzésre, ahol 3500-4000 ember tombolt gyakorlatilag a lelátón, és ez a hangulat ragadt magával, és ezen felbuzdulva szerettem meg a kosárlabdát, és kezdtem meg kosárlabdázni én is, amit gyakorlatilag 20 éves koromig műveltem, talán mondhatni kicsit profi szinten. A legfelsőbb szint a számomra játékosként az NB1-B osztály volt, de már az egyetem előtt, illetve az egyetemi éveim alatt tudatosan készültem arra, hogy én ezt szeretném edzőként tovább űzni, és maradni a kosárlabda berkeim belül. És szerencsére Pécsen 21 éves koromban is tudtam kezdeni már edzősködni a legfiatalabb korosztálya, kezdetben fiúkkal. Rengeteg szakember, kiváló szakember mellett tudtam tanulni, és sok szakember mellett tudtam segédedzőként fejlődni. Tehát tudatos volt. Tudatos volt abszolút, és nagyon élveztem, és bevallom, a mai napig is hiányzik a legkisebb korosztályokkal való munka, mert gyerekekhez úgy gondolom, hogy jó érzékem van, és nagyon-nagyon sokat adott a kezdeti pár év, amikor igazán, tehát 10-11-12 éves fiatalokkal tudtam dolgozni, azonban ahogy az idő ment előre, jöttek az újabb kihívások, és idősebb korosztályoknál is ki tudtam magam próbálni. Serdülő kadett korosztályoknál is kaptam vezetőedzői szerepeket már Pécsen, és 2017 és 2019 között jött egy olyan lehetőség itt Fehérváron, hogy a női vonalon tudtam akkor még utánpótlásban becsatlakozni itt a szakmai munkában, és a kadett és junior csapatoknál mit lehet, tehát kezdjük akkor talán az elején, mert gyorsan elmondtad az életrajzodat, pedig itt ezek nagyon fontos pillanatok, hogy amikor valaki az egyetem után kezdted el az edzősködést, és az egy elhatározás volt, hogy edzőséggel szeretnél foglalkozni. Mi volt az elsődleges számodra? Tehát kik voltak azok a mestereid, akik arra sarkaltak, hogy valóban ezt az utat vidd végig, és egyre mélyebb és mélyebben ásd bele magad, hogy aztán valóban olyan edző legyél, amit megálmodtál magadnak? Nevelőedzőmet emelném ki, Zalai Zoltánt, aki az első köz volt, akik foglalkoztak velem, mint játékos, annó gyerekkoromban. És az edzői pályámon is ő indított el, mellette kezdtem el edzősködni Pécset, és talán mondhatni, hogy a legnagyobb hatással a mai napig ő volt rám, és talán a legtöbbet neki köszönhetem, hiszen az ő iránymutatásai alapján indultam el az edzői pályámon,
mai napig mondhatni baráti viszonyt ápolunk, és kikérem a tanácsát, hogyha épp arról van szó. De rajta kívül természetesen a Rád Géber László vezette Nemzeti Kosárlabda Akadémián több neves külföldi szakember mellett is dolgozhattam, és mindenkitől voltak olyan impulzusok, amiket a mai napig viszek magammal és próbálom hasznosítani. Ugye ezt a két nevet mondjuk, hogy Rád Géber Akadémia, Dávid Kornél Akadémia, két legenda. Tehát ott egész egyszerűen, azt nem mondom, hogy kényszer, mert nyilván elhivatott és tehetséges edzők vannak, akik olyan mesterektől tanulhatnak, akik megállják a helyüket, de ez alapvetés, hiszen két olyan névről beszélünk, amit ha kimondunk bárhol Európában vagy a világban, mindenki tudja, hogy kiről van szó. És nyilván ez hozzátartozik a szintlépéshez is. Amikor megérkeztél először Fehérvárra, milyen céljaid voltak? Hiszen azért nagyon is jól tudjuk, hogy a női kosárlabda abban az időszakban már nem volt azon a szinten, mint Pécsett. Tehát ez, ugye, ez most is így van, de azért itt már lehet szintet lépni. Igen, már akkor is érezhető volt, hogy rengeteg olyan fiatal játékos van az utánpótlásban, akikből lehet a későbbiekben esetleg élvonalbeli játékos, és gyakorlatilag az volt, és az a mai napig a fő feladat, hogy itt Székesfehérvár és vonzás körzetében ezeket a jó alkatú, jó képességű lányokat, most beszélünk lányokról, mert ugye a női vonalon dolgozom, de ugyanaz vonatkozik természetesen a fiúkra is, megtaláljuk, és őket minél jobban fejlesszük, és így értékeket és játékosokat adni a magyar női kosárlabdázásnak, a magyar női élvonalnak, talán még mondhatni a mai napig is, ezt érzem a küldetésemnek. De mi az alapvetés? Hogy lehet megtanítani? Mert nyilván a tehetség és a szorgalom kézen fogva jár, akkor nagy gond nincsen. Ugyanakkor az edzőnek ideje korán fel kell ismerni a tehetséget, hiszen a szorgalom önmagában én nem biztos, hogy elég. Igen, természetesen vannak olyan testi adottságok, amik talán egyből szembetűnőek lehetnek, mikor kiválasztásról beszélünk a kosárlabda terén, magasság, robbanékonyság, gyorsaság, hasonlóak. De ahogy említetted te is, nagyon fontos a szorgalom és az alázat, ami talán a jelen pillanatban, a mai világban kicsit nagyobb szerepet kap már, mint a testi adottságok. Én azt gondolom, hogy azokat a gyerekeket és fiatalokat kell megtalálnunk, akik alázattal, rengeteg szorgalommal és terhelhetőséggel bírnak, mert aki kitartóak, én úgy látom, azok a végén odaérhetnek a pályájuk végén, vagyis az utánpótlás éveik végén az élvonal közelében. Az utánpótlásnál nincs fontosabb, ebben megegyezhetünk, de miként fejleszthetőek így a 21. században a készségek és képességek? Nagyon fontos, hogy tudatosan legyen megtervezve szerintem a gyerekeknek a fejlesztése. Próbáljunk minél jobban egyénre szabott edzésterveket készíteni, megtalálni mindenkinek a megfelelő versenyeztetési rendszert, lehetőséget. A fiatalabbaknál nagyon fontos a toborzás és az, hogy nagyobb létszámból tudjunk meríteni. És nyilván egy idő után azért 14-15-16 éves korban már elválik, hogy esetleg ki az, akiből lehet élvonalbeli játékos. Őket pedig tudatosan, célzottan, nagyon megtervezett szakmai programmal kell, hogy elővezessük. Ugye ezt a tudatos szót jelzőszerkezetként többször használtuk. Ez korán sem véletlen, hiszen tudatosság nélkül ma már egyetlen sportágban sem juthat A-tól B-ig, nemhogy Z-ig senki sem, legyen az edző vagy játékos. Tehát ezzel, amikor felépítünk, tehát itt most a Kosárlabda Akadémiáról beszélek, a töpörtyüktől a nagyocskákig, a felnőtt csapatig, az mindig ugyanannak a szakmai elvnek a mentén zajlik. Igen, ez fontos? Ez szerintem nagyon fontos, és itt ki kell emelnem Gál Tamás személyét, aki most már jó régóta itt a Lions szakágért felelős, és az ő személyében mindig egy kéz alatt van az utánpótlás itt a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia női vonalon, és még egy fontos lépcsőhöz érkeztünk most, hogy el tudunk indulni az élvonalban a következő szezonban, és most már minden kislány, kisgyerek láthatja maga előtt, hogy itt van élvonalbeli csapat, és esetleg nem kell elmenni másik városba kosárlabdázni, hogyha valaki erre a szintre eljut, és gyakorlatilag ez a küldetésünk is, hogy ezeket a helyi fiatalokat megbecsüljük, megtartsuk,
és egy életpályamodellt is nyújtsunk nekik, hogy igenis itt Székesfehérváron is lehet innentől kezdve a élvonalban kosárlabdázni. Olvastam egy cikkben, hogy dilemmád volt, hogy hazajöjj már, mint illetve visszajöjj Székesfehérvárra és a felnőtt csapatot irányítsd, vagy maradj a fiataloknál, hiszen az is egy olyan életpályamodell, ami azt hiszem, hogy nálad bevált, hiszen azért ne feledjük, az U20-as felnőtt, U20-as válogatottnál is edzősködsz. Mi döntött a felnőttek mellett? Hiszen egyértelmű elvárás volt, hogy fel kell jutni. Nehéz volt a döntés, de igazából, hogyha azt a befektetett energiát helyeztem prioritásként magam elé, ami az elmúlt 14 évembe, amit az elmúlt 14 évben belefektettem, akkor azt mondtam, hogy ezt most meg kell próbálnom. Ugye az U20-as válogatott mellett is most már második éve voltam másodedző, ez is kicsit ebbe az irányba vitte el a gondolkodásomat, hogy itt az ideje kipróbálni magamat a legfelsőbb szinten a felnőtt kosárlabdában, illetve az is nagy vonzerő volt, hogy Dávid Kornél, Matus Gáborral és Gál Tamással már dolgoztam együtt, és nagyon jó a kapcsolatom. Tehát mikor visszamentem Pécsre 4 évre, akkor is megmaradt a jó kapcsolat, jó viszony velük. Tudtam, hogy hova jövök, tudtam, hogy egy nagyon támogató, megbízható közegbe érkezem vissza, úgyhogy ez így gyakorlatilag így a végén már kicsit könnyebb volt a döntés. Mi fogadott? Mert a játékos állomány az azért csak-csak meghatározza a célt is. A cél pedig nem volt más, mint a feljutás, ehhez pedig nyilván igazolni kellett, tehát tudatos egy olyan játékrendszert felépíteni, ami eredményre vezet, tehát nagyon-nagyon sok minden kellett hozzá. Tehát ezt a komplexitást miként sikerült megoldanod a vezetéseddel, illetve a klub vezetésének? Szerencsére sikerült a csapat magját egybetartani, és melléjük találni már NB1-ás múlttal rendelkező játékosokat, akiknek volt elég tapasztalata, akiket úgy gondoltam, hogy képesek arra, hogy megugorják ezt a feladatot, hogy feljussunk az A-osztályba. Ugye ki kell emelnem a Laufer Gabinak a hazatérését, aki itt az akadémián nevelkedett, és ez egy óriási dolog szerintem, hogy ő hazajött, és itt a saját városáért kosárlabdázhat, és sikerült feljutnunk az élvonalba, ez egy igazi sikersztori szerintem. És rajta kívül minden poszton sikerült szerintem megtalálnunk a megfelelő embereket, és gyakorlatilag, mikor elkezdtük a felkészülést, nyugodt voltam, és reális cél volt az, hogy följussunk. Fontos volt, hogy milyen játékrendszert a játékosok tükrében, hogy milyen keret áll rendelkezésre? Igen, ahogy kialakult a keret, mi már előzetesen is sokat agyaltunk a stábommal, Tamással, Kornéllal, Gáborral, de mindenképp a kerethez igazítottuk a játékrendszert, és próbáltuk a legerősebb pontjainkat megtalálni védekezésbe, támadásba. Ez időbe telt, de úgy gondolom, hogy itt a szezon második felén már igazán lehetett látni azt a szisztémát, ami szerint mi játszunk, amiben mi hiszünk, és úgy gondolom, hogy sikeresek is voltunk. Tehát egy pillanatig nem volt kétséges a feljutás, a második helyen sikerült, de én azt hiszem, hogy ez jó. Minden bejött, tehát az a játékvariációk, azok a szisztémák, amelyeket elterveztél a játékos keret ismeretében, azt sikerült megvalósítanod? Én azt gondolom, hogy igen. Egy kis hiányérzet van, mert szerettük volna a bajnokságot megnyerni, de a feljutás összességében összejött, de azt gondolom, hogy az összkép és az, hogy mi hogyan kosárlabdáztunk, az hűen tükrözi az én elképzelésemet és az elképzelésünket, és azt gondolom, hogy maximálisan a lányok visszaadták azt, amit kértünk és elvártuk tőlük. Tehát megerősítést jelentett ez az elmúlt esztendő. Igen. Viszont kezdődik az új év. Mi minden kell ahhoz, hogy nyilván itt most nem a Győr és a Diósgyőr példáját kell követni, hiszen az lehetetlen nem csak pénzben, hanem játékos állományban egyaránt, viszont az A csoport az ma már olyan, hogy azért a középmezőny elején ott lehet lenni. De mi a cél? Hiszen ezt nyilván meghatároztátok ideje korán. A kiesésen túl. Igen, ez a sablon válasz, hogy ne essünk ki, de én szeretek. De te nem vagy sablonos. Én nem vagyok sablonos, és szeretek én is egy kicsit nagyobbat vállalni, ami még talán reálisnak mondható, de inspirálóan hat magam, saját magamra és a stábomra és a csapatomra. Én úgy látom, hogy ez a mezőny egy kicsit ketté fog szakadni, lesz 5-6 olyan csapat, aki nagyobb játékerőt fog képviselni játékos állományban is, és lesz 5-6 csapat, aki ott a tabella második felén tud helyezkedni. Én azt tartom, és azt várom, és azt szeretném elérni, hogy itt ott legyünk az élbolyban a második
5-6 csapatot, 5-6 csapatot tekintve. Tehát 5-6 csapat a nemzetközi kupa szereplésért küzd, ez mindig így van. Igen. És a kiesés ellen, de most már ugye 12 csapatos az első osztály. Igen, én azt mondom, hogy az legyen a cél, hogy oda tudjunk érni a, esetleg a 7., 8., tehát a legjobb 8-ba az alapszakasz végén. És a nagy csapatokkal pedig legyünk minél kompetitívebb, legyünk egy kellemetlen ellenfél, és esetleg tudjunk pár nagy kalapot is begyűjteni itt a szezon során. A játékrendszerben tervezel változást annak tükrében, hogy azért nyilván érkeznek új játékosok is? Az alapelveket nem vetettük el teljesen, ugye a csapat magját szerencsére sikerült együtt tartanunk tavalyról, és az igazolásaink tekintetében is tudatosan kerestük azokat a játékosokat, akik ebbe a játékrendszerbe jól tudnak illeszkedni, és ezt a meglévő játékrendszerünket szeretnénk minőségben még egy szinttel feljebb helyezni. Tehát azok a játékosok, akiket kinéztetek magatoknak, azok megérkeztek? Igen, itt vannak. Ugye tegnap megérkezett már az első légiósunk is Amerikából. Gyakorlatilag még egy légiós érkezése várható, de most már úgymond rajta kívül teljes csapattal tudunk készülni és edzeni. Tehát megérkeztek azok, akiket vártunk. Ugye augusztus 12-én elkezdődött a felkészülés. Milyen egy ilyen felkészülés, hiszen nyilvánvaló, hogy egy teljes esztendőre kell előre gondolkodni. Igen, itt az első pár hét az sokkal intenzívabb, sokkal több futós, fizikai rész van itt előtérbe helyezve. Most hétvégén már egyébként edzőmérkőzés is fogunk játszani, és szeptember 28-ig le fogunk játszani összesen 6 edzőmérkőzés, szeptember 28-al kezdődik a bajnokság. Addig szeretnénk elérni azt, hogy tényleg összerakjuk a rendszert, amiben szeretnénk kosárlabdázni, védekezésben, támadásban is. Megfelelő állóképességi szintre szeretnénk hozni minden játékost. Addig itt igazából a cél az, hogy kvázi megismerjük egymást minél jobban, megtaláljuk a megfelelő játékos kapcsolatokat, kialakítsuk azt a hozzáállást védekezésben, támadásban, amit mi szakvezetők elvárunk a csapat tagjaitól. A játékosok tudatában vannak annak, hogy ehhez a szintlépéshez sokkal több kell, mint a feljutás önmagában? Igen. Hiszen jó néhányan játszottak már az első osztályban, viszont azért ott vannak a fiatalok, akiknek viszont a mostani kezdőcsapat tagjai a példaképek. Igen, tudatában vannak, és én látok is egy nagyon nagy motivációt, izgatottságot rajtuk. Természetesen mindenki tudja, hogy ez más kávéház lesz, mint a tavalyi szezon, de ennek tudatában is mindenki nagyon komolyan veszi a munkáját. Én nagyon meg vagyok elégedve az első két hétben elvégzett munkánkkal, és azt látom, hogy egyszerűen a motiváció töretlen, kezdenek egymásra találni a pályán, a pályán kívül is a lányok, egy nagyon jó közösség kezd kialakulni, úgyhogy mondhatni, nagyon bizakodó vagyok most így. Egy interjúban úgy fogalmaztál, hogy tapasztaltabb, higgadtabb, magabiztosabb lettem. Ezt megérzik nyilvánvaló a körülötted lévők is, nem csak a csapattagok, hanem a vezetés tagjai is. Tehát az, amikor megfogalmaztad magadnak, hogy mikor hazatértél Pécsről, vagy visszajöttél Fehérvárra, most már nem tudom, hogy fogalmazzam meg, de az bevált? Igen. Úgy gondolom, hogy nagyon sokat köszönhetek a tavalyi szezonnak, és nagyon sokat kaptam a játékosaimtól, a stábomtól, szakvezetéstől, és sokkal több lettem edzőként és emberként is, mint egy évvel korábban, úgyhogy mondhatni, hogy minden tekintetben bejött. Jó, én azt kérem tőled, hogy fogalmazzunk meg egy üzenetet a kosárlabda rajongóknak, azért nagyon is jól tudjuk, hogy egy olyan stáb, ahol Dávid Kornél, Matus Gábor és a többiek így együtt vannak, tehát szép lassan meg kell, hogy ismerjük a lányokat is, mert valljuk meg, hogy azért szűk volt az a közönség, és bízom benne, hogy most, hiszen a régi szép időkben, ha úgy tetszik, és nagyon-nagyon sokan voltak mindig a női kosárlabda csapat mérkőzésein, ez így lesz, nincs kétségem felőle az Aréf csarnokban is. Mi, hogy üzennél a szurkolóknak, hiszen azt hiszem, hogy a szurkoló is teszi a csapatot? Hát én szeretnék mindenkit kérni, hogy aki teheti, az jöjjön ki és nézzen meg egy-két mérkőzésünket. Én biztosítok mindenkit, hogy egy igazi harcos csapatot fognak látni a parketten, akik a szívüket ki fogják rakni a pályára. És szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt és szurkolót a mérkőzéseinken, már itt a felkészülés alatt is. És remélem, hogy ahogy megyünk ezzel az időre, egyre több és több szurkoló fog jönni,
és bizonyítjuk, hogy igenis van igény, és van helye a női évvonalbeli kosárlabdának újra itt Székesfehérváron. Apropó, mikor lesz olyan edzőmérkőzés, ahol már ezt megtehetjük? Holnap 16 órától szombaton játszunk már a Szekszárd ellen egy felkészülési mérkőzést, és jövő héten pénteken pedig a Miskolcnak az U23-as csapata érkezik, 5:30 fogják feldobni jövő pénteken. És mikor kezdődik a bajnokság? Szeptember 28-a, a hazai pályán, Vasas Akadémia ellen kezdünk. Én azt gondolom, hogy az egyből egy tétmérkőzés, mert én úgy számolok, hogy a Vasast meg tudjuk majd verni. Jó, hát akkor természetesen ott leszünk, és én azt gondolom, hogy ez a fiatal csapat azzal a mentalitással, amelyet tőled, illetve a vezetőktől tanul, eléri azt a célt, amit meghatároztatok. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én köszönöm. Hajrá, DKKA! Köszönjük szépen, köszönöm. Kedves nézőink, Szentpáli Gergő volt a vendégem, a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia frissen A csoportba jutott női kosárlabda csapatának vezetőedzője. A műsor sorozatot természetesen folytatjuk, tartsanak akkor is velünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.